Szeretettel köszöntök mindenkit itt az Éjjeli Menedékben, Matusz Gábor vagyok. A folytatásban először a magunk teremtette hagyományokhoz híven szóljanak a harangok a Gyurcsány kormány áldozataiért, Csonka Magyarország és az elszakított országrészek magyarjaiért. Most pedig nézzük az Olvasónép mozgalom legfrissebb ajánlatát. Az Olvasónép ezen a héten Jobbágy Károly válogatott verseit olvassa. Abból is azt a költeményt, aminek a költő a következő címet adta. Mondják, a himnuszt énekelték. Mondják, a himnuszt énekelték, úgy indultak a puskatűznek. S a könnygáz meg a tűzzel telték sem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük, talán sírtak. Csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Az Olvasónép tehát ezen a héten Jobbágy Károly Mondják, a himnuszt énekelték című versét olvassa, amit egyébként a költő 1956. október 24-én vetett papírra. Az elmúlt hét végén az éjjeli menedék stábja rövid időre börtönbe került. Hogy hogyan és miért, azt megtudhatjuk a most következő képes beszámolóból. Éme! Igen. Mi kifogásoltuk a mai bizottsági ülés összehívását a mai napra, az indokainkat el is mondtuk, nem tartottuk az időpontot időszerűnek, nem tartottuk a helyszínt megfelelőnek, és a bizottsági napirend tartalmával kapcsolatban is volt kifogásunk. A szeptember 18-19-20-án éjszaka Budapest utcáin fogadatosított rendőri intézkedések jogszerűségét és hatékonyságát vizsgálja a mai ülésén a bizottság, és a napirendben ez szerepel, akkor nem teljesen látom, hogy ennek a sajátos gyárlátogatásnak mi volt a célja, azon kívül, hogy az ellenzék vezető ereje fent tudja tartani azt a kettős politikai beszédet, amely arról szól, hogy amit a Kossuth téren hallhatunk, mi szerint politikai foglyok vannak bebörtönözve ma Magyarországon. Egyetlen egy dologra szeretnék reagálni, mert ez jelzi a paranoiás prekoncepciókat Gusztus képviselő úrnak a látogatással kapcsolatos mindenfajta összeesküvés elméletei. Nagyon egyszerű a történet. Bejelentettük a kihelyezett ülést, és a Büntetés Végrehajtási Intézetnek a parancsnoka fölajánlotta, hogy azért mégis úgy illene, hogy előtte tekintsük meg azt az intézményt, ahová eljöttünk. Tehát ezt nem én kezdeményeztem, ezt a Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnoka kezdeményezte. Elfogadhatatlan, hogy bárki a 3 héttel ezelőtti zavargások során történteket úgy próbálja beállítani, mintha akkor a magyar rendőrség alkotmányos jogaikkal élni akaró, törvénytisztelő állampolgárok békés tüntetését mindenféle mérlegelés nélkül brutális kegyetlenséggel verte volna szét. Felelőtlenség az akkori események kapcsán provokátorokról, forradalmárokról beszélni. Olyan utalásokat tenni, mintha az utcákon randalizók tetteit bármilyen ok menthetné. Politikai okokból nem elhatárolódni egyértelműen és határozottan a Budapest utcáit feldúló vandáloktól. És felelőtlenség az akkori rendőri intézkedésekkel kapcsolatban tömeges rendőri brutalitásról, ártatlan emberek megkurcolásáról beszélni. Ezek a megnyilvánulások roppant veszélyesek, mert egyesekben olyan érzetet kelthetnek, mintha a köveket dobáló,
kukákat borogató, rendőrautókat felgyújtó személyek helyesen, míg a rendhelyreállítását végző rendőrök helytelenül cselekedtek volna. Az ilyen hangok oda vezetnek, hogy egyesek felbátorítva érzik magukat, hogy a randalírozók ügyében eljáró független magyar bíróság bíráit levérbírózzák, telefonszámaikat és fényképeiket az interneten nyilvánosságra hozzák. Az ilyen vélemények összességében oda vezethetnek, hogy sokan elbizonytalannak a jogállamiság feltétlen érvényesülését illetően. Márpedig ez megengedhetetlen. 313 főt gyanúsítottunk meg különböző bűncselekmények elkövetésével. Ebből a 313 főből 84 fő büntetett előéletű, aki részt vett a rendzavarásokban. 220 fő őrizetbevételére került sor, közülük a bíróság 31 főt helyezett előzetes letartóztatásba, 6 főt házi őrizetbe, 17 fő lakhelyalagyási tilalmat kapott, és eddig 6 fő ügyében elmarasztaló ítéletet hoztak, 4 fő letöltendő szabadságvesztést. Jelenleg a rendőrség még 33 olyan szemét keres, akinek a fényképe rendelkezésünkre áll, de azonosítani még nem tudtuk őket, de bizonyítékokkal rendelkezünk arra, hogy részt vettek a rendzavarásokban és különböző jogsértő cselekményeket követtek el. Magam bent voltam a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet Vennyige utcai objektumában. Beszéltem néhány ott fogvatartottal, olyanokkal, akiket a zavargások kapcsán tartóztattak le. Ezek közül egyébként, akikkel beszéltem, tehát ez lehet véletlenszerű, csak egy volt, aki a szabadságtéri eseményekben részt vett, a többieket mind később, elsősorban a 21-éről 22-ére virradó éjszaka Blahalújza téren, vagy a Kossuth téren vették őrizetbe. Általánosságban elmondták azt, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy már a megbilincselésük után bántalmazták, ütötték, rúgták őket, és ez folytatódott még a rendőrautóban is, meg a rendőrkapitányság épületében. Az egyik fogvatartott elmondta, hogy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 6.-7. kerületi rendőrkapitányságra kihívták a mentőt, de mi alatt az ellátására sor került, az alatt sem vették le róla a bilincset. Egy másik gyanúsított azt mondta el, hogy a rádió épületébe vitték őket, és ott hátra bilincselt kézzel másfél órán keresztül térdepelve kellett várakozniuk. Azt gondolom, hogy ezek a dolgok legalábbis igénylik a vizsgálatot, hogy nem került a sor bántalmazásra, és örömmel hallottam a tábornok úrtól azt, hogy ilyen vizsgálatokra sor került, és hát remélhetőleg hiteles eredmények fognak születni. 6 ügyfelünk számolt be arról, akiket különböző időpontokban, tehát szeptember 23-án szombaton és 24-én vasárnap tartóztattak le, majd a megfelelő jogi eljárási rend szerint ezt követően őket ide a Nagy Ignác utcai büntetésvégrehajtási intézetbe szállították, a rendőrök eltávoztak, és a büntetésvégrehajtási intézeten belül történt meg velük az, hogy ennek az intézménynek az udvarán 45 percig, 1 óráig kellett térdepelniük, ezt követően azon a folyosón, amit ma láttunk, ahol a kis fülkék voltak, ami be van kamerázva, 1 órán keresztül kellett kényelmetlenül széles terpezben, ha az őr nem találta elég szélesnek a terpezt, szétrugta a lábát, állni, hátra tett vagy hátra bilincselt kézzel, fejjel a falnak támaszkodva olyan módon, hogy a fejre is testsúly helyeződik. Ezt követően a motozó helyiségben mindenkit meztelenre vetköztettek. Megítélésem szerint ez az eljárás kínzás és embertelen bánásmód, egyúttal bűncselekmény, és itt akár a mai bizottsági ülés keretében, mivel be vannak kamerázva ezek a
folyosók ezek a helyszínek, akár mivel a képviselőknek joguk van megtekinteni ezeket a felvételeket, adatvédelmi biztos úrnak joga van megtekinteni ezeket a feltételeket. Rövidre lehet zárni ezt a történetet, meg lehet nézni, hogy ezeken a napokon, a délutáni órákban, ezeken a folyosókon mi történt. Nagyon sok esetben indokolatlanul került sor előzetes letartóztatásba helyezésre. Ezt tételesen meg is fogom világítani, ugyanis ezt az állítást a másodfokrendre igazolta. A harmadik pont, amire föl kell hívni a figyelmet, a kihallgatás során politikai értékítéletet tükröző provokatív kérdések hangzottak el nagyon gyakran, amelyek már az objektív vizsgálat szükségességének stádiumában arra irányultak, hogy az eljárás alá vontban félelmet ébresszenek. Az önként jelentkezést, mint enyhítő körülményt teljes mértékben figyelmen kívül hagyták az esetek 90%-ában, ugyanakkor a jelentkezés elmaradását egyenlőnek tekintették a hatóság elüli elrejtőzködéssel. Tehát ebben az ördögi körben ügyvédként nem tudtunk mit tanácsolni a védenceinknek, jelentkezzen-e önként, vagy pedig ne jelentkezzen önként. Ebben a szakaszban fordult elő az is, hogy a védőket bizonyos eljárási cselekményekről nem értesítették, illetőleg nem értesítették őket időben. Tehát olyan körülmények között kellett az eljárás alá vontnak a későbbi sorsa szempontjából meghatározó nyilatkozatait megtennie, hogy nem volt jelen a védője. Király József vagyok, köszönöm szépen a lehetőséget a meghallgatásra. Az egyik érintett egyetemista édesapja vagyok, azt hiszem a egyik legsúlyosabban érintett és ártatlanul vétlenül érintett egyetemista édesapja. Fiam Király Péter 2006. szeptember 20-áról 21-ére virradó éjszaka, de már éjfél után, tehát 21-én társaival nézelődőként a Dob utcában tartózkodott. Nekem van lakásom a Dob utcában. A fiúk a csapat rohamrendőrt látva, hogy feléjük szaladnak, megijedtek, beszaladtak a lépcsőházba. A rendőrök rájuk törték az ajtót, és a csoportból a két utolsót lerángatták. Közben a fiam fejét ütlegelték. Ahogy kiérkezett a lépcsőházból a két rendőr között, egy csapat rendőr várta, és a csapatból egy hatalmas ökölcsapással köszöntötte, ekkor tört ki a fiamnak a foga. A rendőrségen a fiam előadta a gyanúsítás képtelenségét, tehát a Dob utcában még kő sem volt, mert hogy ezzel vádolták, csoportos garázdaság, hogy köveket dobált. A vád képtelenségére tanúk vannak. Én természetesen ezt a beadványomban is jeleztem, de most is nagyon határozottan kijelentem. Mind jó magam, mind fiam elítélünk bármiféle hatóság elleni erőszakos fellépést. Fiam semmiféle csoportosulásnak, egyesületnek nem tagja. A fiam ököllel történő arcába veréséről valaki készített egy videófelvételt. Ugyanaz a jelenet, amikor a fiam úgymond társát, mert nem ismeri azt a másik fiatalembert, de abban az értelemben társa, hogy együtt hozták le őket a Dob utcából, a lépcsőházból. A társának a fejét a falba beleverik, illetve a falon lévő fém reklámtáblába. Itt van mind a két fiatalembernek az esete. Mert hogy egyes internetes címekről már eltűnnek ezek a kockák. Én néhány sort idéznék még, hogy amit itt a beadványban leírtam, mivel időközben a rendőrök is szembesültek avval a ténnyel, hogy szégyenletes tettükről videófelvétel készült, alapos az aggodalmunk, hogy saját cselekedeteikre ürügyet keresve fiamat hazug vádakkal fogják illetni. Ezeket hazug tanúvallomásokkal fogják alátámasztani, amelyek azt célozzák, hogy az egyik rendőr hamis tanúvallomása igazolja a másik rendőr semmilyen körülmények között nem igazolható tettét. Annyit tennék még hozzá,
itt a lényeget, hogy ez nem egy egyedi eset volt, hanem sok ilyen eset, több ilyen eset volt. Annyit tennék még hozzá, hogy ugye mi beszélünk szülők, érintettek, rokonok egymással, és amit itt a hölgy elmondott a itteni megaláztatásokról, ezt más szülők beszámolójából, illetve más érintett fiatal beszámolójából én is tanúsítani tudom, illetve még csak súlyosbodik a helyzet azáltal, hogy természetesen erre nincsenek bizonyítékok, és soha nem is lesznek. Minden esetre a fiatalok beszélnek erről, hogy egyeseket még a Venyige utcában is megvertek. Amikor már csak arról sem lehet beszélni, hogy begőzöltek, vagy akármi egyébként. Ezt a szót, hogy begőzöltek, én nem föltétlen valami vegyi szerre gondolok. Lehet, hogy azt mondta valaki, hogy meggyilkoltak egy rendőrt. Nem tudom. Tehát erről nekem ez csak úgy jár a fejembe, hogy tényleg mi tette ezeket a rendőröket ilyen vadállatokká. Mert ezek vadállatok voltak, akik ott ebben az utcában cselekedtek, és nem az őrizetbevétel szabályai szerint jártak el, erre nem találok szavakat, hogy mit csináltak, és miért csinálták ezt, és miért így csináltak. A fiam a szeptember 23-án előzetesbe került, október 3-án a fővárosi bíróság nem látta megalapozottnak az előzetesben tartást, tehát azokkal együtt, akik október 3-án kikerültek, ő is kikerült, de az eljárás nem fejeződött be. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmesélhetem a testvérem és az én történetemet. Azt gondolom, hogy mi hitelesen be tudjuk mutatni azt, hogy akkor szeptember 20-án történt valami Magyarországon, ami nem biztos, hogy normális. Először is el szeretném mondani a kronológiailag, hogy mi történt aznap este, és akkor utána, hogy mik ezek a dolgok egészen pontosan. Tehát mi a testvéremmel... Tehát testvéremmel Kossuth térre kimentünk demonstrálni. Körülbelül ilyen 1 órakor indultunk hazafelé, ahol ugye a körúton eszeveszett rendőri erők gyülekeztek össze-vissza, el lettünk terelve a 7. kerület kisebb utcaiba, majd kiléptünk a Liszt Ferenc térre, ahol összeismerkedtünk és barátságot kötöttünk az Associated Press két újságírójával, mint utólag kiderült hatalmasnak szerencsénkre. Velük együtt kóboroltunk a 7. kerületben, és amikor kiléptünk a Rákóczi útra, ők a Deák Ferenc tér felé vették az irányt, mi pedig a Blaha-Lujza tér felé szerettünk volna menni. Amint kiléptünk a Rákóczi útra, kb. 3-4 másodpercen belül egy olyan 10-15 fős készenlétis rendőrcsoport, akik símaszkban és jelzés nélkül voltak, engem kérdés nélkül levittek, agybefőbe rúgdostak, elektromos sokkolóval intézkedtek ellenem. A testvérem föltett kézzel megkérdezte, hogy ezt miért és miért művelik a Mátyával, mire az volt a válasz, hogy ha a testvér, akkor jöjjön ő is. Nekünk hatalmas nagy szerencsénk lesz az egész történetet, végignézte ugye az AP két újságírója. Azt gondolom, hogy az is elképzelhető, hogy aznap este lemészárolt 30-40 ember közül talán csak nekünk vannak mi szerintünk megdönthetetlen jogi bizonyítékaink arra, hogy itt történt valami nagyon-nagyon súlyos cselekmény. Ezek után, miután lesokkoltak és megvettek minket, ugye bevittek a kapitányságra, hozzánk tettek egy előtte általunk nem ismert srácot, és ugye másnap ismertették a vádat ellenünk, ami szerint két rendőri tanúvallomás alapján minket korábban beazonosítottak küldőbálóként, és az intézkedő rendőrök fele követ, illetve a testvérem sörös üveget dobált. Nekünk ugye erre vannak megdöntetlen tanúink, hogy ez nem igaz. Mi előtte sem dobáltunk soha követ. Mi nem azt mondjuk, hogy erőszakosan nem kell intézkedni, ez a rendőrség dolga. Mi azt nehezményezzük, hogy utcai járókelőket mészároltak le, mi szerintünk megfélemlítés céljából. És ezt 2006-ban ezt elfogadhatatlanul tartjuk, hogy zajlik egy békés demonstráció, és az ahhoz tartozó esetleg fiatalok körét megfélemlítik,
és ennek következtében nem mernek menni az utcára. A lényeg a kapitányságon bent, ugye minket beszállítottak a 11. követi rendőrkapitányságra, ott bent elképesztő állapotok uralkodtak. Én azt gondolom, hogy ha volt valakinek már halálfélelme életében, akkor az el tudja képzelni, hogy mi folytott. Én nem akarok most tényleg itt érzelgős lenni, de szóval ilyet nem éreztem. Amikor az emberek hátra bilincselt kézzel ülnek, és őket ütlegelik. És volt, és a természetesen az aulában van egy ipari kamera. És aztán másnap megkérdeztem a kőbányai kapitányságon egy illetékes rendőről, hogy akkor ezt fölvettük, és mondta, hogy hát ez nem működött. Szóval a lényeg elképesztő állapotok uralkodtak, érthetetlenül álltunk emellett a kíméletlen és embertelen rendőri agresszió mellett, és szeretnénk, hogyha ez megfelelőképpen kérne vizsgálva. Én most egy gyanúsított állok itt, tehát lehetséges, hogy még csak jogom sem megszólalni. Ezt az egészet nem csak magam miatt, hanem amiatt a 30-40 srác miatt is vállaltuk. Többek között a Király József fiai miatt, meg a Tellánkban levő másik 10 társunk miatt, akik ugyanilyen utcai járókelők voltak. Többek között felhívnám a figyelmet, hogy a magyar rendőrség aznap éjszaka lemészárolt egy perui 38 éves közgazdászt, aki 14 éves társával a körúton nézelődött. Igen, pontosan, a nevelt fia. Hát én azt gondolom, hogy az itt lévő urak és hölgyek nem élték át ezt a halálfélelmet, nem élték át azt, hogy emberi méltóságunkban aláztak meg minket. Azt gondolom, hogy ez 2006-ban nem elfogadható. Igazán de volna ennyi lenne a hozzászólásom. Ön szerint helyén való-e az, hogy büntetlen előéletű fiatalokat sok esetben gyilkosokkal és súlyos bűnök miatt letartóztatottakkal közös zárkába tettek? Először is engem meglepett államtitkár úr kirohanása, 50-es évekre emlékeztető beszédét kérném, hogy tegye lehetővé, hogy olvasható legyen, tehát remélem írásos a memory terve legyen benne, mert ezt majd később érdemes visszaolvasni. Tőle azt kérdezném, hogy az MTV székház ostrománál milyen rendőri erők vesztek részt létszámában, és hogy az ostrom alatt mennyi rendőrt lehetett volna még vidékről a rendőrök megsegítésére fölrendelni. A rendőrkapitány úrtól kérdezném, ki vezette ténylegesen a rendőrséget, mert ez számomra nem derült ki. És az a kérdésem, hogy még, hogy ön hol tartózkodott az ostrom folyamán, és az is érdekelne, hogy ön szerint, amit a jogvédők elmondtak, és a érintettek elmondtak, nem gondolja el, hogy a rendőri túlkapás megállt. Felkészült a rendőrség arra, illetve a büntetés végrehajtás, hogy tömegével, tulajdonképpen majdnem százával érkeznek be a büntetés végrehajtás intézményébe gyanúsítottak. Vannak rossz tapasztalatok. Igen? Micsit, miért? Elég érdeklődő a sajtó, nem? Vagy... Alapvető elkülönítési szabály, hogy nőket a férfiaktól, előzetes letartóztatottak a jogerős elítéltektől el kell különíteni. Ezért ebben az esetben is nyugodt lelkiismerettel kijelentem, hogy itt a fővárosi BB intézetben ennek az elkülönítési szabálynak biztos, hogy megfeleltek az események kapcsán befogadottak elhelyezése. Tehát aki előzetes letartóztatásba került, az csak előzetes letartóztatásban lévővel került zárva elhelyezésre. Saját hatáskörben ezen a héten már én elrendeltem az Országos Parancsnokság szakterületei által vizsgálatot a Fővárosi BV Intézetben. Tudnék, bár bejelentés nem érkezett konkrétan az Országos Parancsnokhoz, vagy az Országos Parancsnokságra olyan témában, amit elhangzott, az internetről letölthető különböző információk alapján én ezt a vizsgálatot elrendeltem. Természetesen államtitkár úr döntése alapján ez bármivel kiegészítésre kerül, illetve ha
A minisztérium vezetői megismerik a vizsgálat eredményét, a döntésük alapján a vizsgálat kiterjeszthető. Hallgattam itt a hozzászólókat, és úgy örültem volna egyszer életemben, úgy vehetnék részt ebben a vitában, hogy nem a funkcióból adódóan, hanem függetlenül, hogy azt a véleményemet is elmondhassam, amit tisztviselőként nem mondhatok el, mert azért elég komoly aggályai vannak néhány hozzászólásnak a tartalmát illetően. Ezek közül egyet azért mégis megemlítek. Én magam részéről évek óta próbálok harcolni a kettős mérce ellen, és itt is végig a kettős mércét tapasztaltam a jogvédő szervezetek részéről is, ami arról szól, hogy amikor valaki panasszal fordul hozzájuk és elmond valamit, az úgy van. Egyébként a rendőr tanú meg nem tanú, mert elfogult. Azért szeretném önöknek elmondani, hogy Nyugat-Európában ez úgy működik, hogy a rendőrséggel szemben van egy alapvető bizalom, aminek a legfontosabb eleme az, hogy úgy fogják fel, hogy a rendőr az esküdtett tisztviselő, aki az esetek zömében a jogszabályoknak megfelelően azok szelleme és betűje szerint jár el, és az a kivételes, ha nem ezt teszi. Ha nem ezt teszi, akkor kivizsgáljuk és megbüntetjük. De alapvetően nem hangoznak el ilyen általánosítások, amiket itt hallottam. Nagyon sokat tanultunk ebből az esetből. Úgyis, mint jogalkotó minisztérium, úgyis, mint rendvédelmi szerveket felügyelő minisztérium. Azt is kinyilvánítom, hogy nyilván szolidárisak vagyunk azokkal, mindazokkal, akik ártatlanul sérelmet szenvedtek. Ami a kodifikációs törekvéseinket illeti. Dolgozunk a gyülekezési törvény módosításán, egyetértek helyettes ombudsman úrral azzal, hogy ez a törvény megérett a korrekciókra. Én egy rendszerváltó nagy törvénynek tartom a gyülekezési törvényt, de azt gondolom, hogy valóban újabb garanciákat be kell tenni ebbe a jogszabályba. Ami az, és hálás vagyok a jogvédőknek az előzetes letartóztatásokat illetően. Nem akarom az időt húzni, de nekem is jogászi meggyőződésem az, hogy az előzetes letartóztatásokat indokolatlanul sokszor elrendelik és indokolatlanul sokáig tartanak. Jogászi meggyőződésemet annyiban tudtam érzékeltetni, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsülésén kértem és kezdeményeztem, hogy rendeljenek el egy erre irányuló vizsgálatot. Az OIT az érveimet elfogadta, a vizsgálatot elrendelték, az ország összes bíróságán vizsgálják az előzetes letartóztatások elrendelésének okait és időtartamát.